A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Az építkezések során elérte a legmagasabb pontját a kórház új épülettömbje. Ez alkalomból bokréta ünnepséget rendeztek az intézményben. A köztérben erre az eseményre kalauzoljuk el Önöket, tartsanak velünk! A Szent György Kórház új épület tömbjének alapkövét még tavaly márciusban tették le. A fehérvári fejlesztések egyik legfontosabb eleme az épület. Magyarország kormánya még 2015-ben indította el a Modern Városok programot a hazai nagyvárosok számára legfontosabb fejlesztések megvalósításának támogatására. Székesfehérvár önkormányzata és Cserpalkovics András polgármester kezdeményezésére a legfontosabb célokat megjelölő megállapodásba bekerült a Szent György Kórház újabb fejlesztési üteme is. A bokréta ünnepség elején Bucsi László főigazgató foglalta össze az intézmény eddigi fejlesztéseit és az új épülettömb mostani munkálatait. Ennek van egy régi elnevezése, az építők biztos ismerik, úgy hívják, hogy fal egyen ünnep. Ez a régi neve a bokréta ünnepnek, amikor egy épület eléri a legmagasabb pontját, szerkezetkész, és utána főleg már csak a belső, de szerintem több munka, mint ezt elérni, ami hátra van. Aminek nagyon örülünk, hogy mi már látjuk az alagút végét, és talán érdeklődésre tarthat számot az, hogy összeszedtem az elmúlt időben befejezett projektjeinket és a folyamatban lévő projekteket, és ebbe szeretném beágyazni ezt a mai beruházást, ami nagyságát tekintve, financiálisan tekintve a leghatalmasabb, amit az elmúlt időszakban elindult. A 2020 áprilisa óta vagyok ebben a pozícióban, és arra gondoltam, hogy ebben az időszakban azokat a projekteket, amiknek már az avatásában részt vettem, azokról egy pár szót említenék. Az első, ez a K2-K3 parkoló, ez még 2020 COVID indulása után nem sokkal készült el, és hogyha jöttek, látták azt, hogy a parkolóink 80-90%-ban megtelnek napközben, úgyhogy ez teljesen indokolt volt. Az egyik az a kórház előtti, a K2 számmal jelzett parkoló, illetve a kórház mögötti, ez még éppen a készülés után készült felvétel. A másik szintén 2020-ban a családbarát szülészet átadásán ról lenne szó. 200 millió forint, ott vannak a projektek, kiindította, kibonyolította. Gyakorlatilag egy 5 csillagos szállodának, szállodai szobáknak megfelelő szülészet, amit itt 2020-ban felavattunk, és azóta is használjuk. Az egynapos sebészet, szintén okfős projekt, 39 millió forint, ez egy egynapos sebészeti műtétre adott pénz. Hozzátettünk az alapítványunkból 80 milliót, és csináltunk 2, illetve felújítottuk a 2 nőgyógyászati, tehát gyakorlatilag 4 új műtőnk lett ennek az egynapos sebészeti projektnek a keretében. Skill Labor, azóta, mióta megvan, szakdolgozók, rezidensek képzése folyik itt, 400 millió forint befejezett projekt, 2022-ben avattuk, egészen fantasztikus belső, maguk a eszközök, egy olyan műtő, ami gyakorlatilag, én úgy hívom, hogy árnyékműtő, tehát egy igazi műtőnek az árnyéka, és itt lehet gyakorolni, lehet mindent csinálni. Nővérszálló felújítása, ebben az évben még a külső szigetelés hátra van, és gyakorlatilag évvége fele lehet beköltözni. 850 milliós projekt, tehát ez mind befejezett projekt, azért írtam 2023-at, mert ebben az évben ennek vége lesz. Ez a nővérszállónk, és így néz ki egy szoba, 68 szoba van, és ilyen kiszolgáló részekkel konyha, fürdőszoba, WC. Elhatároztuk, ez az én kezdeményezésem volt, még az ortopédián mozgásszervi centrumot vezettem, hogy növelve a kórház bevételét csinálunk olyan VIP-kórtermet, amire a térítési díjszabásunkban pénzt lehet kérni, 20 ezer forintot tudunk kérni, és gyakorlatilag ki van használva. Általában 5 napot vannak itt a protézises betegek, általában ők kérik,
és ez a kórház bevételének áll. Ortopédoszta alapítvány és a kórház közös műve ez a VIP-korterem. Egyágyas, minden igényt kielégítő szoba. Most a Richter egészségnap kapcsán Richter feldobott egy összeget, ezt a város megduplázta, a szűrések kapcsán egy kidolgozott rendszer szerint, ez ismert ez a módszer, pénzt lehet gyűjteni, akkor rekorderek voltunk, 17,2 millió forintot gyűjtöttünk össze. Jött hozzá még 7 millió forint az osztálytól, 40 millió forint az alapítványunkból, és gyakorlatilag két hónap alatt a nyáron felújítottuk a C épületünknek, ahol a fogadás lesz, onnan lehet látni a C-ből az első emelet kardiológiát, és így néz ki, ledek cserélve, burkolat cserélve, fürdőszoba, nővér rész. Tehát egy egész emelet, egészen fantasztikus, hogy két hónap alatt a mi dolgozóink és külső vállalkozóval ezt meg tudtuk csinálni. Névváltozás. Ez a név, Fejér megyei Szent György Kórház, ez kettővel előtti nevünk, ez egészen idáig ez volt fönn a ez a név volt kiírva a kórházra. Ezt a megyei önkormányzat, Molnár Krisztián elnök úr anyagi segítségével kicseréltük. A Roneco Kft. Megvilágítja majd, aki a futballpályákat is világítja nagy részben. Ők szponzori támogatásként meg fogják ezt világítani, és alkonykapcsolóval estétől reggelig takarékos izzókkal fog világítani egy jó PR a kórháznak. Folyamatban lévő fejlesztéseink. Gondozó felújítás, ez egy kicsit megrekedt ez a projekt, közel 300 millió forintból tetőtér első emelet meg lett, 800 millió kell a befejezéséhez, pályázat bent van, várjuk a EU-s pénzeket, a EU-s pénzek megindulásával nagy valószínűséggel be tudjuk fejezni. Ez az a gondozó, aminek egy külső felújítása is kellene, a lift jó lenne, ha lenne benn. Pszichiátria, bőr és tüdőgondozó. Amit tervezünk, ezt tudni kell, hogy a MOR hozzánk tartozik, már régóta az előző integráció 2013-14 előző főigazgatóval történt meg. Móri épület, amit móriak vannak itt, akkor tudják, melyik épületről beszélek. Régen sebészet, belgyógyászat, szülészet volt ebben az épületben. Törő Gábor képviselő úr segítségével, majd ha megint csak azt mondom, ha az EU-s pénzek újraindulnak, akkor mi megcsináltuk alapítványból a terveket, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, költöttünk rá 10-15 millió forintot, amikor majd a pályázatot be kell adni, azt a tanácsot kaptuk, hogy ez a terv legyen meg, és akkor könnyebben, gyorsabban meg tud valósulni. Egy 2 milliárd forintból előzetes felmérések alapján meg tudnánk csinálni, és rehabilitációt tervezünk Móron. Most már kint van a kardrehab, pulmórehab, mozgásszervi rehabot Csákvárról tervezünk áthozni, hogyha esetleg Csákvárt át fogjuk adni a gondoskodás politikának. Ez még döntés alatt van, tehát egy kicsit bizonytalan a jövő, hogy hogy lesz, de mi mindenképpen készen állunk a tervek alapján, hogy tudjunk Mórral is majd kezdeni valamit ezzel az épülettel. Folyamatban lévő projekt, egy osztályon már működik. Megmondom őszintén, hogy az előbb már utaltam rá, az ortopéd osztályt vezettem. Nem azért az ortopéd osztály, mert én vezettem az ortopéd osztályt, azért, mert mindenki fázott a bevezetésétől, mert egy IT alapú támogatás, az hirtelen a papíralap mellett nagyon-nagyon félnek tőle a kollégák. Szerettem volna, hogy az ortopédiai osztály egy pilotként megmutatja azt, hogy vizitelne egy iPad-del, az iPad közlekedik ugye a szerverrel, laborokat, esetleg majd röntgeneket, CT-ket a betegágynál vizit során meg lehet nézni. Ez pillanatnyilag egy osztályon működik, úgy tudom, hogy minden kórházban egy osztályon elindult, és a terv a bővítése, a többi osztályra való kiterjesztése. A HIR, járóbeteg irányítási rendszer, ez egy egészen fantasztikus dolog lesz, OTP-be ismerős a dolog, bejelentkezünk, vagy kérünk egy kis cetlit, és online beteg előjegyzésre lesz lehetőség. Betegbehívó rendszer lesz, tehát egy igazi 21. századi járóbeteg rendelés van kialakulóban. Tehát ezek még mind folyamatban vannak jövő tavaszra. Itt van igazgató Rábolint, főigazgató Rábolint, hogy ez jövő tavaszra valószínűleg működni fog. Beléptető rendszer, ez egy BMS projekt, erről is hallottunk sajtóba, ez gyakorlatilag hetek
kérdése. Kiépítettük a gyenge áramot, illetve az informatikai vezetékeket a megfelelő helyekre. Azt várjuk, hogy a kis oszlopok mikor lesznek. Folyamatban van. És akkor elérkeztünk a mostani ünnephez. Az új belgyógyászati tömbhöz, ahogy mondtam, mind nagyságában, financiálisan is egy giga beruházás, 11,4, 3,6, illetve 1,6 milliárd, majd részletezem is, hogy mik ezek a dolgok. Ugye belgyógyászati tömb az a háromszintes, amit majd megtekintünk, az összekötő folyosó, ami szintén majd látható lesz, a légtechnika, ezt részleteiben majd mondom, tehát a három osztály, infektológia, pulmonológia és onkológiai osztály, ambulanciáikkal 112 ágy lesz, 64 egy-két ágyas kórtermekkel, önálló vizes blokkal. Ez a látványterv, ennek még csak a látható volt az első diámon, hogy hogy állunk. Ez az összekötő folyosót balra mellette. Ennek a nyílászáró cseréi a hidegburkolat, hűtés, fűtés, festés, ami a terv. Ez is egy látványterv hátulról. Légtechnika, három épület. Ezek a meglévő épületeink több 20-25 éve épültek. A H épület, a hotelépület, mögötte a diagnosztika, illetve a járóbeteg szakrendelő. Ennek a légtechnikai része elég köhögös. Nyáron voltak gondok, de a mi embereink, kimondom, sufni tuninggal megcsinálták úgy, hogy működött. Nem volt különösebb panasz, de bármelyik pillanatban összeomolhat, úgyhogy ez nagyon-nagyon itt az ideje, hogy ezt renováljuk, megcsináljuk. Közbeszerzések elindultak az új épületre, orvostechnikai eszközök olyan 300 millió értékben, több ülésben tárgyaltunk, igény 900 millió lett volna, lefaragtuk 300 millióra, ami az induláshoz úgy érezzük, hogy rendben lesz, mobilbútorok, informatikai eszközök, 300 millió forintból elindul a közbeszerzés. És akkor elérkeztünk az épülethez, ugye ma van ez a szép ünnep, ami hátra van még nekem, hogy ezt az kedvenc diámat ide tegyem, hogy ez mind a lezárt projektek, mind a folyamatban lévő projektek, amik nem sokára lezáródnak, ez mind a betegek javát a legfőbb törvényt szolgálják. A több mint 16 milliárd forintos támogatással zajló nagyberuházás eredményének köszönhetően még modernebb és teljesebb körű gyógyítási munka valósulhat majd meg, szolgálva a fehérváriakat és az ellátási területen élőket. Nagy nap ez nekünk székesfehérváriaknak, nagy és jelentős és fontos nap a mi életünkben. És nem csak azért, mert ahogy főigazgató úrtól megtudtuk, ez a fal egyen ünnep, amelyet ma Bokréta ünnepként ismerünk, fontos esemény és fontos pillanat egy épület elkészülte során. Hiszen ha jól értem és jól értelmezem, akkor az épület most elérte a legmagasabb pontját, és ettől a pillanattól már nem lesz nagyobb, nem nő magasabbra, nem lesz szélesebb és hosszabb, és nem lesz mélyebb sem. Tehát az épület szerkezete készen van. De azt hiszem, hogy a nap jelentőségén túl az is nagyon fontos, hogy mi lesz ez az épület. Hiszen az épület a mi kórházunk egyik épülete lesz, és a székesfehérvári, a Fejér vármegyei gyógyító munkának lesz a része. És amikor köszönetet mondunk, akkor elsőként azt hiszem, hogy köszönetet kell mondanunk főigazgatónak és főigazgató minden munkatársának, orvosainknak és ápolóinknak azért a munkáért, azért a gyógyító munkáért, amit értünk, a mi érdekünkben végeznek. Köszönjük szépen, és a mai nap, a Bokréta ünnep azt hiszem alkalom arra is, hogy köszönetet mondjuk a magyar kormánynak azért a támogatásáért, ami megvalósítja ezt a beruházást. De a támogatás és a döntés, miniszterelnök úr döntése, a kormány döntése egy pillanat, és azt az egy pillanatot, sok-sok pillanat követte, és köszönetet kell mondanunk azoknak a társainknak, akik velünk együtt kiki a maga beosztásában, kiki a maga szolgálati helyén segítette azt, hogy ez az építkezés valóban elkezdődhessen. Minisztériumoknak,
háttérintézmények dolgozóinak, mindenkinek, akinek része volt a tervezésben és az előkészítésben, ezt is köszönjük szépen. És mivel egy építésről van ma szó, arról azt fogjuk megtekinteni, köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik elkezdték és folytatták és folytatják minden nehézség ellenére, ami az elmúlt hónapokban felmerült, és ami szembe jött velük, folytatják ezt az építkezést, és ma itt tartunk, és itt tarthatunk, és ma ünnepelhetünk. És hogy államtitkár úr fogalmazott, bízunk benne, hogy jövő nyártól az épület már nem csak egy épület lesz, hiszen attól lesz kórház, hogy ott gyógyító munka zajlik. Az épület elérte az építési munkálatok során a legmagasabb pontját, így a szalagok felkötése után felkerülhetett a tetejére a bokréta. Vannak a beruházásoknak ilyen nagyon szépen kiemelhető pontjai, amikor befejezzük, hogy annál szebb nincsen. Ezt most főigazgató úr előrevetítette, hogy jövő év nyarán azzal számolunk, hogy ezt a pillanatot is megérjük, de az sem kevés elért eredményekbe, amikor arról beszélhetünk, hogy a bokréta ünneppel látszik a vége a munkálatoknak, és nagyon komoly mennyiség az, ami már az építtetők mögött van ebben a helyzetben. Itt is most erről beszélünk, és hogyha két aspektus ki akarok emelni, hogy miért jó ez a beruházás, akkor az egyik az egy általános minisztériumi törekvésünk, hogy minden beruházásunk funkcionálisan üzemeltethetőségi, fenntarthatósági, gazdaságossági, esztétikai szempontokból is olyan legyen, amik mindannyiunk gyarapodását szolgálják, kiemelten olyan területeket, mint az egészségügy is. Ennek a beruházásnak az új elemei, meggyőződésem, hogy magas szinten hozzá fognak tenni az intézmény egészének az átlagához, hiszen jó néhány területet teljesen más körülmények közé helyeznek, tehát ezeket az alapelveket maximálisan tudjuk érvényesíteni. A másik pedig, amit érdemes ebben a fázisban is és a teljes munkafolyamat alatt kiemelni, az, hogy itt működő kórházban kell építeni. Ez ugye mindenkinek rendkívül komoly együttélési kompromisszumok sorát jelenti a hétköznapokban. Ezt a teljesítményt, amit akár az építői oldalról, akár a közben a szolgálatokat ellátók oldaláról meg kell tenni, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy mekkora eredmény, és ezúton is köszönöm azt, amit eddig tanúsított ezen a területen mindenki, és amit a jövőben is még meg kell tenni ahhoz, hogy ezt a jövő év nyarát ténylegesen tartani tudjuk. Úgyhogy a beruházás ebből a szempontból egy fontos olyan köztes csúcspontjára érkezett, amelyik után látszik a vége. Én is köszönöm mindenkinek azt, amit eddig tett, és ez csak abban erősít meg bennünket, hogy ugyanígy menjünk előre, ez a komplex beruházás jövő nyártól teljes értékűen szolgálja az egészségügyet. Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, a város kiváló partnere a kórháznak, mindent megtesz azért, hogy a betegellátás színvonala folyamatosan növekedjen. Ehhez elengedhetetlen, hogy minőségi épületek álljanak rendelkezésre. Mikor néhány évvel ezelőtt a kormány meghirdette a Modern Városok programot, akkor Székesfehérvár számára egyértelmű volt, hogy két területnek mindenképpen ebben a programban benne kell lenni, az egyik az egészségügy, a másik pedig az oktatás. Nagy öröm, hogy mind a kettőben nagyon-nagyon fogunk tudni előrelépni a következő időszakban. Oktatásban több mint 20 milliárdot fogunk tudni költeni a város oktatási intézményére. Az egészségügy tekintetében pedig a vidék legnagyobb kórháza egy új épületet, egy új épület tömböt kap, ami szintén nagy öröm. A város nem mint fenntartó, hanem azt gondolom, talán főigazgató úr ebben meg tud erősíteni, kiváló partnert lelt a város és a kórház. Igyekszünk mindenben segíteni a tekintetben, hogy a kórház működőképessége, a betegellátás színvonal az folyamatosan emelkedjen, nőjön, és ehhez pedig létfontosságú, hogy olyan minőségi épületek is rendelkezésre álljanak, amely jövő nyártól ebben az új belgyógyászati tömbben meg fog valósulni. Én is Székesfehérvár közössége nevében hálásan köszönöm Magyarország kormányának, hogy a Modern Városok program keretében lehetővé tette ezt a fejlesztést. Köszönöm szépen én is képviselőuraknak segítséget, hogy a folyamat elindulhatott, és ma már gyakorlatilag látjuk a zalagút végét, a legmagasabb pontját az épületnek, és néhány hónapon belül pedig mind az itt kiemelt színvonalon dolgozók és a betegek pedig használhatják is majd ezt az épületet, amire azt gondolom, hogy látni fogjuk majd, illetve láthattuk az elmúlt években is, hogy mekkora szükség van. Hálásan köszönöm a kivitelezőnek is, hogy ilyen körülmények között is mindent megtesz annak érdekében, hogy a határidőt tudja tartani, és hát köszönöm szépen mindenkinek, aki akár a kórház, akár a minisztérium, akár pedig más szerv tekintetében segíti ezt a beruházást,
ami még egyszer több százer ember Fejérvár megye, Székesfehérvárban élőknek, azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos lesz majd. És önöknek pedig, akik itt fognak dolgozni, nyilván egy jobb minőséget, jobb minőségi épületben, eszközparkkal gazdagítva fogják tudni majd mindennapi tevékenységüket ellátni, amiért államtitkár úrhoz is csatlakozva nagyon hálásak vagyunk. És köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a város közössége nevében, aki hozzájárult ehhez az épületnek a elindításához, építéséhez, és kívánom, hogy határidőt tartva biztonsággal fogjuk tudni majd jövő nyáron átadni. A kórház most épülő új tömbjében az infektológiai, a pulmonológiai és az onkológiai osztály, valamint a hozzájuk kapcsolódó ambulanciák kapnak helyet. A több mint 6000 négyzetméter hasznos alapterületű háromszintes épületben összesen 64 darab egy vagy kétágyas, önálló vizes blokkkal rendelkező, akadálymentesített kórtermet alakítanak ki. Mint főigazgató úr is említette, ez egy nagyon régi hagyománya, Bokréta ünnep, ez nagyjából még a középkor elejére nyúlik vissza, és az épület építői és a megbízói közösen ünnepelték, hogy elérték azt a pontot, ahol már a szerkezet kiteljesedett, látszik az épületnek a váza, gerince. Követve ennek a hagománynak a menetét, első körben szeretnénk köszönetet mondani a megbízásért, a megbízónknak. Közvetlenül az Építési Közlekedési Minisztériumnak, közvetve viszont a Magyarország kormányának, hogy a Fejérvár ZRT és Épke ZRT konzorciumát bízta meg ennek a szép feladatnak a kivitelezésével. Hát építeni nagyon szép dolog minden esetben, de szerintem kórházat építeni kiemelten szép és hasznos is, mert hozzájárul az emberek megmentéséhez, életüknek megkönnyítéséhez. Kollégáimmal szoktunk rajta viccelődni, hogy ezt különös tekintettel oda kell figyeljünk, mert nagyrészt Fejér megyeiek lévén, ha valami gond van, akkor mi is itt fogunk akár ebben az épületben feküdni, és hát ne legyen rá szükség, de nagyon örülünk, hogyha ez olyan minőségbe készül el, amilyenbe szeretnénk. Tehát elsősorban köszönetet mondunk a megbízásért. Köszönetet szeretnénk mondani a kórháznak, főigazgatói úrnak és minden kollégájának, aki részt vesz a beruházásban, hogy azzal a szakmai munkával, amivel segítették a tervezés folyamatát, amit nyilván önök tudnak, önök értenek hozzá, ezzel szívvel, lélekkel hozzátettek, és szerintem egy olyan épület került megtervezésre, ami hogyha megvalósul, és már pedig meg fog valósulni, akkor méltán büszke lehet rá mindenki, akár nagyon hosszú évekig. Műszaki emberek lévén mi igazából egy pár adattal szeretnék szolgálni, csak hogy az épület léptékét, illetve a beépített dolgokat el lehessen képzelni. Tehát magát a szerződést 21. november végén kötöttük meg, a konzorcium, illetve akkor még a BMSK, és ekkor indultak el a munkálatok. Egy kicsit összetett feladat ez, nem teljesen a klasszikus, elkészül egy terv, és abból rögtön el lehet indítani az építkezést. Itt avval indult, hogy meg kellett tervezni az épületet egy jóváhagyási tervből, tehát engedélyezési, kiviteli terveket kellett készíteni, illetve fájó szívvel, de le kellett bontanunk három meglévő épületet, amelyek korszerűsen már nem lehettek volna felújítatók, és útban is voltak, állapotuk sajnos megkívánta az elbontásukat, és ez rögtön azt jelentette, hogy 25 ezer légköbméter épületet össze kellett dönteni, és kivinni a területről, és a kórház igen nagy türelemmel viselte, hogy itt reggeltől estig kibejártak a kamionok, és bontották a meglévő szerkezeteket a munkagépek. Nyilván nem volt könnyű nekik se, nekünk se, de én úgy gondolom, hogy folyamatos jó kapcsolat mellett ezt fönn tudtuk tartani, és együtt tudtunk ebben működni. Következő nagy lépcsőfokunk az a közművek kiváltása volt, mert az új épületnek a helyén jelentős mennyiségű régi közművet kellett felszednünk, és ez helyett új vezetékeket letennünk. Távfő és ivóvíz vezetékből 1200 méter fölött bontottunk vissza, és nem mutatnám az összes vezetékkel önöket, de nagyjából közel 10 km vezetéket kellett lefektetni, mire eljutottunk odáig, hogy lett egy munkaterületünk, ahol most már elkezdhetünk építkezni.
Ez sem volt egy egyszerű feladat, nyilván a kórháznak a évek alatt meglévő karbantartott vezetékeinek 30-40 év örökségét kellett itt rendbe rakni, amit szerintem hál' Istennek sikerült, és úgy gondolom, hogy az új épület megvalósításával ez hosszú távon rendeződött. Maga az épület 6113 négyzetméter, és van egy 300 négyzetméteres belső udvara. Mint főigazgató úr is említette, 112 darab ágy fog épülni, vagy 112 férőhelyen fog az épület megépülni. Infektológiai, pulmonológiai és onkológiai osztály létesül az épületen belül. A negyedik szintre a kórház kérésének megfelelően, okulva ismét a szakmai tapasztalataik alapján a COVID-helyzetből és a járvány okozta hatásokból, az épület még kapott egy negyedik szintet, ahol a gépházak mellett egy új öltözőblokk kerül majd kialakításra. Így szeparáltan megoldható a dolgozóknak a szociális ellátása. Meg fog épülni 1200 négyzetméter külső térkőburkolat, aszfaltburkolatból 1460 négyzetméter és 880 négyzetméteren 40 darab új parkolóhely, 4 töltőegységes elektromos töltővel. Tehát a későbbiekben ugye itt lehet majd az elektromos járműveket is tölteni. Ezek az alapadatok, de földmunkából közel 10 000 köbmétert kellett megmozgatnunk az építkezés elején, és mivel a talajadottságok nem túl jók, ezért közel 2000 méter cölöpöt kellett lefúrnunk az épület alá, 233 darabot egész pontosan. Ezek készültek el 22. augusztus végére. Ekkor elkezdtük az alapozási munkákat, aminek sajnos a során egy belső ellenőrzésünk kimutatta, hogy az alapoknak a beton minősége nem megfelelő, ezért rákényszerültünk 600 köbméter meglévő betonszerkezet visszabontására és újraépítésére. Felelős kivitelezőként nem tehettünk mást, indokolt volt ez a beavatkozás, tehát nem tehettük rá arra nem minden esetben 100%-osan igazolható minőségű betonra az épületet, ezt a hibát korrigáltuk. Ez abban járt, hogy ezeket a szerkezeteket vissza kellett bontani 3000 köbméter földet, és 426 köbméter talajcserét kellett elvégeznünk, és közel 3800 köbméter töltést kellett még építenünk. Hála Istennek ezen a szakaszon is túljutva elindulhatott az építkezésnek a látványos része, és ugye itt érzékelhető, hogy rengeteg idő eltelt, mire egyáltalán oda jutottunk, hogy a földből ki tudtunk jönni, és elkezdtük fölfelé húzni a házat. Maga a szerkezetépítés az teljes egészében elkészült. Bedolgoztunk 4000 köbméter betont és 625 tonna betonacélt a szerkezetbe. Ez teljes mértékben áll jelenleg. Meg fog valósulni 6 darab lift, amelyből egy biztonsági felvonó, 2 személyteher és 3 személyfelvonó. Az épület 4000 négyzetméter modern burkolattal lesz ellátva, külső megjelenésében, ahogy a látványterveken is látták, szerintem egy nagyon modern és gazdaságos épület lesz, nagyon jó energetikai mutatókkal, nagyon jó kihasználtsággal. A projekt részéhez tartozik még az összekötő folyosónak a modernizációja, itt gyakorlatilag a meglévő fűtés helyett egy fűtött folyosó fog kialakulni, tehát a betegeknek ezentúl nem kell nyáron abban a melegbe menniük, illetve télen a hidegbe, tehát egy hűtött-fűtött rendszerre, új nyílászárókkal, teljesen modern külsőbe fog megjelenni, szerintem összehasonlíthatatlan lesz a jelenlegi állapota, és jó szívvel fogják tudni használni. Jelenleg ott tartunk, hogy a falazási munkák is szinte teljesen elkészültek, belül szereljük a gipszkartonfalakat, elindult a gépész elektromos alapszerelés, tehát valahol a vászszerkezeten már egy kicsit túl is vagyunk, és az ígért ütemünk, miszerint a vasbeton szerkezet október közepére elkészül, hál' Istennek ezt nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy elkészült. Tehát ennyivel előrébb tudtuk hozni azt a veszteséget, amit sajnos el kellett szenvedjünk.
igyekszünk a munkát nagyon jó minőségben mindenki megelégítésére elvégezni, és reméljük, hogy a továbbiakban sem lesz velünk olyan gond, ami akár a kórházat terhelni, akár az építkezést lassítaná. Mi részünkről tartjuk a tervezett ütemet, haladunk előre. Visszatérve az elején mondott Bokréta ünnepnek, fontos része volt még régen, és ezt is szeretném, hogyha így zárszóként elmondhatnám, hogy a építők ilyenkor a Jóisten segítségét kérték és áldását az építkezésre, hogy mint ahogy eddig is nálunk, hál' Istennek baj, gond nélkül, baleset nélkül lezajlott, ez így maradjon a jövőben is. Az új épület kórházon belüli elhelyezése és az összekötő függőfolyosó lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot az intézmény többi egységével, a diagnosztika és a sürgősségi betegellátó osztály között is biztosítja a rövidebb, biztonságosabb betegutat. Ezzel párhuzamosan megvalósul az új tömb működéséhez szükséges orvostechnikai és informatikai eszközök, mobil bútorok beszerzése, a hotel diagnosztika szakrendelő épületegyüttes légtechnikai fejlesztése is. Az épületet várhatóan 2024 júniusában lehet használatba venni. Szintén a Modern Városok program keretében 208 új, ingyenesen használható parkolóhely is létesült az intézmény mellett. Kedves nézőink, a köztérben a kórház új épülettömbjének Bokréta ünnepségére kalauzoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.